Ja, ez nem az a csatorna. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ebben a hétindító szertáradásban a sikerről fogunk beszélni. Méghozzá elárulom nektek, hogy mi az a három szabály, amit néhány évvel ezelőtt ismertem meg, és amióta következetesen tartom magam hozzájuk, valóban sokkal sikeresebb az életem, és sokkal sikeresebbek azok a projektjeim, amiket elindítok. De lesz itt egy könyvajánló is, ami szintén a sikerről szól, és ehhez kapcsolódóan, ha sikeresek vagytok, még nyerhettek is egy példányt belőle. Ezen kívül pedig mutatok nektek egy olyan projektet, amiben mostanában kezdtem belevágni, és nagyon-nagyon régóta szerettem volna, úgyhogy most végre sikerült elindítani. És hogy miért pont a siker van a mai fókuszban? Hát azért, mert minden okunk megvan arra, hogy erről beszéljünk. Vegyük példának a Szertár podcastet. Azt körülbelül 3 évvel ezelőtt indítottam még Hauptrich Tamás segítségével, és akkor egész biztos, hogy nem álmodtunk arról, ami mára elérhetővé vált. Kezdjük azzal, hogy most már rengeteg felületen elérhető. Ott van a SoundCloudon, ahova ugye eredetileg feltöltöttük, iTunes-on, szinte minden podcast alkalmazáson, ami csak megtalálható a telefonon elérhető, és most már a Spotify is listázza. Úgyhogy az összes felületen, hogyha összeszámolom a feliratkozókat, akkor úgy becsülöm, hogy bőven átléptük a 10 000 feliratkozót. Mindezt egy olyan dologgal kapcsolatban mondom, a podcasttel kapcsolatban, ami lényegében még alig mérhető a magyar piacon. Ráadásul ezzel az eredménnyel rendre ott vagyunk nem csak a legjobb tudományos ismeretterjesztő podcastek között. Igen, vannak még ilyenek, ott van például Varga Máté impaktákja, vagy a Magyar Tudományos Akadémia is most indított egy ilyen beszélgető sorozatot, úgyhogy hallgassátok azokat is. Ez egy jó hosszú és bonyolult mondat lett, bele is zavarodtam, de a lényeg, hogy nem csak ezekkel a tartalmakkal van egy szinten, vagy ezek között a tartalmak között van élvonalban a Szertár Podcast, hanem egyéb nagy szerkesztőségi tartalmakkal is. És ehhez hozzáteszem azt, hogy annak idején a Klubrádióban a műsoromnak mindössze 4-5-ször ekkora volt az elérése, és azért egy rádiót meg egy podcastet összehasonlítani, hát elég bátor, de úgy néz ki, hogy veletek együtt ez sikerült. És azért is mondom, hogy veletek együtt, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy megosztjátok a tartalmakat, ajánljátok másoknak, amit rettentően köszönök, hanem nagyon sokan hozzá is járultok ahhoz anyagilag, hogy ezek az adások elkészülhessenek. Nektek köszönhetem azt, hogy technikát tudtam vásárolni, hogy ki tudtunk lépni a rádió stúdióból, és egyre nagyobbra és nagyobbra tudunk növekedni. Úgyhogy köszönöm szépen, és természetesen külön köszönet azoknak, akik a Patreonon támogatják a Szertárt. De most elsősorban nem erről szeretnék beszélni, hanem arról a három szabályról, ami ehhez vezetett. Az első, hogy mindig bízzál magadban, ha van egy jó ötleted. A többiek nagyon gyakran nem látják azt, ami a te fejedben benne van, milyen elképzeléseid, milyen vízióid vannak, ők csak a nagy szürkeséget látják és megpróbálnak téged visszafogni. Na most, ha a Szertár példáját nézzük, én rengetegszer beleütköztem ebbe, minek fogsz bele egy podcast készítésébe, senki nem hallgatja, senki nem csinál podcasteket, nincsen kultúrája, tök fölösleges ezzel foglalkozni. Ma pedig már hozzám jönnek mások kérdezni, hogy hello, szeretnék csinálni én is egy podcastet, hogyan érdemes belefogni. Szóval ez nagyon fontos, bízzál magadban. A másik, hogy legyél kitartó. Ez legalább olyan fontos, mint az első pont, és ahhoz nagyon szorosan kapcsolódik. Hogyha megpróbálnak mások hátráltatni téged, visszafogni, és nagyon könnyen beadod a törülközőt, akkor nem fog sikereket elérni. Ennyi. Akkor valószínűleg 2 vagy 3 hónap után egymásra néztünk volna Habcival, és azt mondtuk volna, hogy ne, tök fölösleges. Úgyhogy ma nem ott tartanék, ahol tartok. Legyen ez egy emlékezetes gondolat számotokra is. A harmadik, és legalább ugyanolyan fontos, mint a többi, ha nem fontosabb, higgy abban, hogy te magad sikeres vagy. Ha te nem tudod elhitetni, hogy az a projekt, amit csinálsz, az valóban sikerre van ítélve, akkor mások sem fognak bízni benned. Tehát amikor én azzal hívtam volna fel egy neves kutatót például, hogy jó napot kívánok, van egy podcastem, most még nem hallgatja senki, szerintem nem is fogja, akkor valószínűleg senki nem jött volna el. Nem tudtam volna olyan vezetőkutatókkal beszélgetni, nem tudtam volna például Oscar-díjas filmrendezőt behívni a podcastbe, hogyha nem úgy állok hozzá, hogy igen, ez egy sikeres projekt, úgyhogy érdemes részesének lenni. Úgyhogy igen, bízzatok magatokban, tartsatok ki, és higgyetek abban, hogy ti magatok sikeresek vagytok.
van egy kis gond ezzel a három ponttal. Méghozzá az, hogy most felvétel közben találtam ki ezeket. Kitaláltam, hogy majd beszélek három pontról, de az, hogy mi az a három pont, az tényleg most ugrott be. Nem évekkel ezelőtt találkoztam ezekkel, és még véletlenül sem ezekhez ragaszkodom az életem során. Nem lettem semmivel sikeresebb vagy sikertelenebb, és ezt én teljesen elfogadom, szerintem így is van jól, de miért van az, hogy ezt a témát felhoztam egyáltalán? Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és biztos, hogy nem fogok most ebben a videóban nagyon mélyrehatóan foglalkozni vele, tekintve, hogy egy hatalmas piac épül a mindenféle önsegítő, motivációs és egyéb iparágakra. Nem mondom, hogy feltétlenül minden rossz, ami ebben az iparban megtalálható, de nagyon-nagyon csínyen kell vele bánni. Nézzünk néhány példát azok alapján, amit az előbb mutattam nektek. Azok a világrengető szabályok, amiket az előbb felhoztam példaként, nagyon sokatoknak ismerősök lehetnek, hiszen rengeteg helyen lehet velük találkozni. Ezek a szabályok nagyon-nagyon általánosak, nem lehet ráhúzni őket mindenféle élethelyzetre. Egy másik probléma ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogy miben is mérjük a sikert, hogyan definiáljuk azt. Igen, enélkül nagyon nehéz azt is meghatározni, hogy valaki sikeresebbé válik-e, vagy valaki sikeresebbe, mint valaki más. És itt nem csak személyeket kell ez alatt érteni, hanem mondjuk projekteket. Például a Szertár Podcast esetében miben mérjük pontosan a sikert? Az, hogy hány hallgatója van? Hány megosztás van egy-egy adáson? Hányan hallgatnak egy-egy adást? Mekkora bevételre tudsz szert tenni? Vagy mondjuk, hogy kik azok a vendégek, akik eljönnek? Szóval, hogyha ilyen mérőszámokat felállítunk, akkor meg lehet mondani, hogy mondjuk sikeresebbé vált-e a projekt 2 év leforgása alatt, vagy sem. Egyébként szerintem simán sikeresebbé. Persze, tudom, vannak mindig anekdoták különböző emberekről, akiket még az ág is húzott, és most mennyire szuper sikeresek, de ezek érzetek. Anekdotákkal különben is nagyon-nagyon nehéz alátámasztani valamit, hogy működik vagy sem. Vegyük példának a mindenféle kuruzslásokat. A nagynénémnek ez a szer hatott, úgyhogy biztos neked is fog hatni. Ezzel szemben pedig ott vannak a különböző klinikai vizsgálatok és az a rengeteg adat, ami alátámasztja, hogy egy módszer működik vagy nem működik. És ha már a kuruzslásokat hoztam fel az előbb példaként, nyilván nem arról van szó, hogy egyáltalán nem működhet egy módszer, pusztán arról, hogy nem anekdoták alapján fogjuk megítélni azt, hogy működik vagy nem működik. És akár csak a kuruzslásnál itt is előfordulhat az, hogy az ember a problémájával bekerül egy rendszerbe, ami távol tartja attól, hogy egy hatékony szakmai segítséget kapjon. Például adott esetben elmenjen egy szakképzett pszichológushoz, aki az ő egyedi problémájának megfelelő terápiát tud javasolni. Nagyon hosszan lehetne még beszélni erről a témáról, de inkább ellenpontként ajánlok nektek egy könyvet. Ez pedig Barabási Albert Lászlótól a képlet, avagy a siker egyetemes törvényei. Bizonyára sokan tudjátok, hogy a szerző hálózatkutató, tehát nem olyan meglepő, hogy ebben a könyvben azokat a kutatási eredményei fogja elétek tárni, amit hálózatkutatóként siker témakörében az elmúlt években kollégáival végzett. Maga a könyv nagyon olvasmányos, tök jó történetek vannak benne, nagyon jól követhető példák, és itt azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem arról van szó, hogy egy anekdotát hoz fel bizonyítékként, hanem egy tényt illusztrál egy történet segítségével. Óriási a különbség. A könyv maga körülbelül 250-300 oldal lehet, nem tudom pontosan, mert e könyvben olvastam, és nem nagyon figyeltem az oldalszámokat. Minden esetre egy jól befogadható mennyiség, úgyhogy egy tök jó olvasmányélmény lehet mindenkinek. Kapcsolódva az előbb elmondottakhoz, Barabási maga is ír arról, hogy mennyire nehéz a siker definiálni, és mennyire nehéz elválasztani mondjuk olyan dolgoktól, mint a teljesítmény. És természetesen végig ragaszkodnak ahhoz, hogy a sikert mindig azokban a mérőszámokban mérjék, amiket eredetileg meghatároztak. Ez természetesen eltérő lehet attól függően, hogy mondjuk művészetekről van szó, sporteredményekről, vagy például tudományos előmenetelről. Közben egészen besötétedett odakint, úgyhogy így jobb. Szóval, ha egy önsegítőkönyvre vágytok, akkor ne a képletet olvassátok el, bár az is igaz, hogy az ott leírt különböző tudományos módszertanok megismerésével azért tágul az embernek a perspektívája, úgyhogy valamennyire ez vissza is hathat. És természetesen, mivel egy tudományos művekre épülő könyvről van szó, ha valami mélyebben érdekel, akkor annak nyugodtan utána is tudtok olvasni, és megkereshetitek az eredeti publikációt is.
Egyébként én magam is ezt csináltam, több cikket is letöltöttem, most épp egy van itt nálam. Szóval meg lehet nézni az eredeti cikkeket, bele lehet ásni magatokat mélyebben, és meglátjátok, hogy mi a különbség aközött, ha valaki egy természettudományos ismeretterjesztő művet ír, és mi van akkor, hogyha tényleges kutatóként publikál valami lektorát folyóiratban. Nem mondom, hogy ez utóbbi egyszerű, sőt nagyon-nagyon nehéz megérteni, de jól látszik mondjuk a különbség. Be fogom linkelni egyébként a videó alá Barabásinak a saját honlapját, ott megtalálható a teljes publikációs listája, úgyhogy nyugodtan mazsolázzatok belőle. Meg linkelek egy olyan gyakorlati alkalmazást is, ami kifejezetten az ő tudományos eredményeikre épített, ilyen például a Q-faktor, amivel azt lehet megnézni, hogy mennyire vagytok tehetségesek abban, hogy a nagyon-nagyon ösztönző gondolataitokat szerte terjedő Twitter üzenetekké tudjátok megfogalmazni. Remélem ennek a mondatnak volt értelme, több, mint az én Twitter aktivitásomnak, ugyanis megnézve ezt az alkalmazást az jött ki, hogy síralmasan teljesítek ebben, legalábbis Twitteren. De hát a Twitteremnek elsősorban nem az a célja, hanem az, hogy mindenféle gondolataimat kírjak magamból. Szóval, ha azt kérdezitek, hogy ajánlom-e ezt a könyvet, igen. De ha azt is kérdezitek, hogy teljes egészében meg vagyok-e vele elégedve, itt már azért egy picit árnyaltabb a kép. Nagyon-nagyon jó könyvről van szó. Az angol csatornámon elmondtam, hogy egy olyan 7,5-8 pontot 10-ből biztos, hogy adnék neki, és ezt tökéletesen tartom is. Ami gondom a könyvvel van, az tulajdonképpen nem is magával a könyvvel van, hanem az egész légkörrel, ami körülötte uralkodik, és ezt nagyon-nagyon nehezen lehet elválasztani tőle. Kicsit olyan érzésem van, mintha ezt a könyvet szándékosan arra tervezte volna Barabási, hogy egy sikerkönyv legyen, és ezzel illusztrálja azt, amit a könyvben is leírt. Márpedig ez felvet néhány kérdést. Ott van például több olyan módszer a könyvben, amit a kutatók a kutatásaik során használtak ahhoz, hogy megértsék, hogy mi is befolyásolja a sikert. Ott van például egy zenei szolgáltatónak az esete, ahol szándékosan belenyúltak a különböző toplistákba, és ezen keresztül vizsgálták meg azt, hogy mennyire sikeresek a számok, illetve mennyire ítéljük sikeresnek őket. Vagy maguk a kutatók nyúltak bele különböző közösségi finanszírozós projektekbe, kicsit donáltak egy-egy projektnek, hogy sikeresebbnek tűnjenek, és kiderült, hogy ez mekkora hatással volt arra, hogy az emberek sikeresként értékelik-e azt a programot, vagy nem. Nem akarok túl sok mindent lelőni, de összességében a kezdeti sikerek befolyásolják a későbbi sikereket. Szóval, ha ezek után azt látom, hogy ez a könyv 5 csillagot kap egy értékelésen, akkor nagyon erősen elgondolkodom azon, hogy vajon ez tényleg 5 csillag, vagy Barabási maga adott, esetleg a kollégáival együtt 5 csillagot álnéven azért, hogy ezzel is emelje a könyvnek a sikeresség látszatát. De akár így van, akár nem, teljesen helyén van a könyv, úgyhogy akár azt is el tudom képzelni, hogy valaki valóban 5 csillagot adott rá. Van még néhány apró problémám, amit az angol videóban nem mondtam el. Például nagyon érzem, hogy a koncepció az, hogy minden példához legyen egy történet, ami rettentően fontos. Időnként viszont azt érzem, hogy ezek a történetek megvannak egy kicsit erőszakolva, csak azért, hogy a koncepcióba beleférjenek. Ott van például a csirketenyésztőnek az esete, nem akarom lelőni a point, hogy ott mi volt, de kicsit úgy érzem, hogy az nagyon kilóg a könyvből, és sokkal inkább egy tenyésztői, genetikai kérdésről van szó, mint az együttműködések fontosságát hangsúlyozandó példáról. Egy másik dolog, amire mondjuk levonnék egy negyed pontot, az maga a fordítás. Én eredetileg azt hittem, hogy Barabási ezt maga írta magyarul a könyvet, de kiderült, hogy angol az eredeti, és abból lett magyarra fordítva. Nem mondom, hogy rossz a fordítás. Nagyon élvezetes, nagyon jól lehet vele haladni, de lehet rajta érezni, hogy roham tempóban készült. Ami egyébként teljesen megszokott az ilyen könyveknél, tehát ha szerettek más hasonló témájú könyveket, szeretitek a magyar nyelvezetét, akkor ezzel sem lesz gondotok. Nekem egy kicsit furcsa volt, ennyi. De ettől függetlenül továbbra is tartom, hogy egy 7,5-8 pontot adnék a könyvre, ami azért egy egész jó pontszám. És ha ti is el szeretnétek olvasni, akkor két dolgot tehettek. Az egyik, hogy megveszitek, a másik, hogy a videó alatt megírjátok, hogy ti miben méritek a sikereteket. Ez lehet az életetekben, vagy akár egyetlen konkrét projektben. Írjátok meg, hogy mi nálatok a sikernek az értékmérője. Méghozzá azért mondom, mert ha ezt megírjátok, akkor kaphattok tőlem egy könyvet.
Vagyis nem tőlem, mert amikor terveztem, hogy megírom ezt a videót, írtam a könyvkiadónak, a Librinek, hogy nem adnának egy példányt, amit kisorsolhatok közöttetek, és azt mondták, hogy de, nagyon szívesen. Úgyhogy várom a kommentjeiteket, és a következő videóban ki fogom sorsolni a nyertest, a Librinek pedig köszönöm a felajánlást. Természetesen, ha olvastátok a könyvet, akkor a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, írjátok meg odalenn, és most kalandozzunk el valahova egészen messzire, egy olyan tájra, ahol tegnap forgattam. Oké, nem lesz túl egzotikus, de egy kis ízelítőt abból, hogy mi az, ami mostanában nagyon-nagyon foglalkoztat, és mi az, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy végre van. De erről majd egy következő videóban többet beszélek. Sziasztok!